Krisztián, gyere! Van egy nagy hírem! Hello, Máté! Hogy nézel te ki? Mi az, hogy nézek ki? Ugyanúgy, mint eddig. Hát de nem, mert már átöltöztél. Ja, és ha átöltözök, akkor máshogy nézek ki. Mi, te ugyanabban a ruhában vagy életed végeig, te büdös dög! Aha. Ez komoly. Igen. Hát én át szoktam öltözni, tudod? Hát, mint egy normális ember. Na, Krisztián, van egy nagy ötletem. Ezeket a ládákat el kéne innen paterolni. Oda be, ha ez már megérdettük. Ez komoly. Igen. Nekem is van egy ötletem, és képzeld el, hogy az ötletem, hogy ha a srácok erre a videóra varázsolnak egy nap alatt 4000 lájkot, akkor elmegyünk a következő részben Netherite-ot bányászni, ugyanis nem sokára jön a frissítés, és nehezebb lesz Netherite-ot szerezni, úgyhogy még azelőtt kéne, mielőtt bejön a frissítés. Amúgy ja. És körbe kéne úgy mutogatni a srácoknak egy-két dolgot, mert streamelgetünk közbe, szoktunk. Ja, mi ez a vízfolyás itt? Ja, tudom, hát alul van víz. Mert nem temettük be. Be kéne temetni. Hát jó, majd betemetjük. Csak először meg kéne mutogatni a srácoknak a cuccokat, mert szoktunk streamelni, és ott történnek dolgok. Mint például, nem mást fogok most mutatni, mint... Nézd, nem állt. Na? Let's go! Fullos chainmail cuccod van. És honnan szerezted? Gyere csak, Máté, gyere csak, megmutatom, gyere. Itt van kedves barátunk, Robert Nektár. És hogyha rámész Robert Nektár... Robert Ektár. És ha rámész Robert Ektárra, akkor nem más fogsz találni, mint... Chainmail cucc, wow. És a gyémánt cuccot is, de jó. Igen, és gyémánt cuccot, és protection-os gyémánt cuccokat ad, szóval tök jó, majd, ha esetleg kinyiffanunk, vagy ilyesmi. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Várj, ha már lementél, akkor rakjál már be fáklyákat így végig ott. Jó. Berakok. Tudod, hogy ne legyen sötét sehol. Ezt meg akkor betemetem vissza. Jaj! Krimper! Hol jön Krimper? Itt van az Eorom előtt 5 blokka. Igen, mert ez az alsó tárhely szó... Ezt nem hiszem el. És ez is leesik. Most hogy jussunk innen, te őrült! Máté, valahogy ki kell jutnunk innen. Na. Ez az alsó, ugye, ez a tárhely szoba itt alul, hátsó ilyen kis helyecske, ilyen kis barlangocska, de ezt be fogom itt temetni teljesen, úgyhogy ezt hozok is hozzá követ. Miért nincsen itt a kerítés? Nem tudom. Máté, kaptam egy ender pearlot, azt hova tegyem? Lehetőleg oda be majd, de mindegy, ide rakjál le mindent, amit hova tegyem a enderpölt? Ide, emellé az iszonyatosan sok gyémánt mellé, Máté. Let's go! Mennyi gyémántunk van? Honnan van ilyen sok gyémántunk? Igen, srácok, megint streameltünk egy gyémánt keresős streamet, és megint összeszedtünk több mint 100 gyémántot, és láthatjátok, hogy rengeteg gyémántunk van. Nem is tudom, hogy mire tudjuk ezt felhasználni, amúgy ezt a sok gyémántot. Ja, én sem tudom, de tök mindegy, mert az a lényeg, hogy össze kell szednünk 1000 gyémánt. 1000 gyémántot? Aha. Honnan szednénk össze 1000 gyémántot? A bányákból? Mondjuk. Igen, a bányákból. Ja igen, és még egy dolgot kell megmutatni a srácoknak, Máté. Nem mást, mi... De várjál, már adtam essen már ezt be, ha már itt elterveztem. Így, és akkor itt most már nem lesz ilyen lejáratszerűség, hanem itt itt most már ez lesz. Ezt aha, is hát szépen meg fogom csinálni, ezt a hátsó helyet. Ne dumáljál már. Mit szólnál, Krisz, hogyha nem ilyen két oldalas lépcső lenne, hanem egy középen? Tehát, hogy nem hát szerintem két ez így jó néz ki, de igen? Nem tudom. Jó, mert akkor ide középre lehet majd itt rakni valamit, vagy ilyesmit, tudod. Max itt még így lejöhetne itt oldalt. Itt. Így. Hát ez így béna. Mutasd, mutasd. Let's go! Ez ho, béna. Ez borzalmas. Ez százszor jobb, mint a másik. Ez szuper, na igen, jó, az így is maradhat most már. És akkor így is fel lehet menni, illetve, hogyha ide mész, és de szép ez a fal. Na, főmegyek. Látod, és így is föltudsz. Aszta. Egy dolgot kell még megmutatni Máté a srácoknak. Nem? Mégpedig nem mást, mint hogy a dinnye farmot, ugye megcsináltak a dinnyes videóban, és azóta videón kívül meg streamben már eléggé fölfejlesztett. Ja. Szóval hát a Nether kapus följárás az még nincs meg, de... Ja, azt majd ezt is megcsináljuk. Viszont srácok, csináltunk egy külön dinnyés baltát, amivel ki tudjuk ütni a dinnyéket. Mindjárt megmutatjuk. Azt a mennyi dinnye! Wow! Let's go! Azt de jó néz ki. És képzeld el, Máté, hogy nem, mondtad, hogy ha otthon vagyunk, akkor lehet nem nőnek a dinnyék, de szerintem nőnek. Igen, viszont ezek a növények szerintem nem nőnek. Csak ha itt vagyunk. Mert ez úgy ja, tűnik, mintha nem nőne. Igen, itt azért nem nőnek még dinnyék, mert még maguk a dinnye növény még nincs megnőve. Aha, az tényleg, ahogy lesz, mert nézd meg, ezek se voltak meg. Ezeket ugyanakkor ültettem, mint azokat.
Aha. És azok nem nőnek, azok a növények, ezek meg már nő a dinnye, szóval. Yeah. Viszont srácok, csináltunk egy külön baltát, dinnyés baltika néven, hát azt a Krisztián csinálta. És ezzel, ha kiütjük a dinnyét, akkor megkapjuk az egészet, mert ugye silk touch van rajta, azaz gyengéd érintés, vagy nem is tudom, hogy mi a neve magyarul. És ezzel kiütjük, akkor az egész dinnyét megkapjuk, és ezt bizony el lehet kereskedni lükepállal. Úgyhogy az összes dinnyét le is viszem, és el is kereskedem vele, mert azt hiszem egy dinnyér, ugye? Egy dinnyér ad egy emeráldot. Egy dinnyér ad egy emeráldot a Máténak, ami azt jelenti, hogy ki szedünk 100 dinnyét, akkor 100 emeráldot ad a lükepállal. Ja, most kiütöttem 17 dinnyét. És még alig teremnek a dinnyét, mert még nincsenek ugye megnőve. Itt meg van 39. Máté, vajon mi lehet benne? Vajon mi lehet benne? A chestben, tudod? Ja, a repülőfenyőfa chestjében? Uh-huh. Szerintem egy afrikai harcsa. Afrikai harcsa filé? Aha. Aki előbb bejra birtokra, az a Bengő király! Let's go! Menj már! Hey! Ez az! Ne! A francba! Csaló! Nem vagyok csaló, én vagyok a legkirályabb ember a földön. Na várjál, lükepállal, szevasz! Piglimanyus, mi a helyzet? Na a lükepállal kereskedje. Jó, kereskedek. Azt hiszem, egy darab dinnyér ad egy emeráldot. Most oda is adta a 12 emeráldot, és meg van 44 melonunk. És még itt is volt 4. Gazdagok leszünk. Ez mindkettőnknek megéri, nem igaz, lükepál? Ő nem ilyen beszédes típus. Na. Szerintem... Na, akkor eladtad a dinnyét a lükepálnak? Mi volt ez? Semmi. Mit, hol voltál? Menj onnan! Na menj onnan! Hol voltál? Menj onnan! Hey! Hey! Menj innen el! Te gonosz! Mit rejtegetsz? Semmit! Mit rejtegetsz? Semmit! Menj innen! Nem megyek! Mi ez? Semmit! Menj innen! Mi ez? Nem mehetsz oda be! De mi van ott? Semmi. Azért nem mehetsz oda be, mert nincs ott semmi. Ezt most nem hiszem el. Azt jelenti, hogy tök fölösleges oda bemenned. Mert ahol semmi nincs, oda nem megyünk. Ezt nem hiszem el. Mi lehet ott, srácok? Mit rejtegethet már megint ez az őrült? Ez mindig kitalál valami rejtegetni valót. Milyen rejtegetni valót? Azt rejtegetem, hogy... Máté, elmondom, hogy mit rejtegetek előled. Na azt mit? Azt a tudást. Hogy a répától szép lesz a látásod, mert A-vitamin van benne. Ezt rejtegettem, most örülsz! Aha. Oké, és na, hát akkor után most már nem is kell semmi után kutakodnom. Jó. Ilyenek. Na, viszont srácok, én szeretnék ide most már behozni minden ilyen cuccot onnan kintről, hogy ne legyen ilyen ronda. Ú, de király, innen látszik a repülőfenyőfa. Ez tökéletes ez a hely. Ezt kell, hogy mondjam. Szóval megfogok minden ládát, és behordom oda őket. Egyelőre behordom ezeket a értékes cuccokat. Ezeknél már megvan ott az item frame, viszont szeretnék item frame-eket is csinálni. Megnézem, hogy mennyi bőrünk van. 7. Tudok csinálni 7 item frame-et. Tudsz nekem szerezni bőröket? Hát igen, azéket kell leverni. Mit csinálsz? Mit művelsz? Mr. Piglin Manyus, te elhiszed ezt? Mit művel ez az őrült? Jaj ne! Nem mondhatok semmit! Hiába kínzol meg! Mr. Piglin Manyus is benne van! Áj, összedolgoznak a titkon! Ezt nem hiszem el. Mit csinálsz? Na, jó van. Glow and behold. Tilos a belépés. Na, de Mr. hová? Mi ez? Oda tilos a belépés. Szóval ezt kérem tiszteletben. De mi van alatta? Semmi. Hát nincs a semmi, sem. Akkor ha tilos a belépés, akkor miért érdekes a semmi? Nincs alatta semmi. Jó, Máté, megmutatom, hogy mit mutatok. Mutasd meg, hogy mit mutatok. Megmutatom, hogy mit mutatok. Mi ez? 3 FPS-en van. Az igazság, hogy nem láttál semmit. Nem hallottál semmit. Ezt a kis incidenst el is felejtettük. Igaz. Mi? Pillanat. Micsoda? Mit mondtál? Nem is emlékszem, hogy mi van. Remélem, ez a kis összeg.
meggyőzték arról, hogy ne kutakodjál. Ezt én szedtem, te baromála. Hol? Mi? Ez nem, az másik. Na, szóval ott tartottam, hogy csinálok 7 darab item frame-et. Jó, meg is van, és ezeket, a legfontosabb dolgokat szerintem ilyen építőanyagokat, ilyen nyersanyagokat, mert egy ilyen mezőgazdasági nyersanyagokat, meg a fát. Azt kéne először elrendezni. Ide szerintem jöhet a fa. Ó, hát ez remek. Ide jöhet a fa, ide ugye az értékes dolgok, ide jöhet az építőanyag, ide jöhetnek ezek a mezőgazdasági dolgok, itt lehet mondjuk a mobok lútjai, nem tudom, majd elrendezgetem, srácok, az a lényeg. Viszont ez tök jól néz ki szerintem ez az item frame-es megoldás, úgyhogy let's go. Oké, kell az item frame-be valami cucc, mondjuk egy dzsungellog a fának, egy csont a mob lootnak, egy oak sapling ezeknek a mezőgazdasági dolgoknak. Mátész, kimondtadtuk egyszer is a nevét ebbe a sorozatban ennek a nyomorék kutyának. Milyen kutyának? Milyen, azt se tudja, milyen kutya. Hol van? Azt se tudja, hogy létezik. Hol van kutya? Ja, itt van. Tényleg itt ül. Milyen furán észre se vettem. Tényleg amúgy. Olyan észrevehetetlen, csak itt ül. Máté, vegyél már nekem a Sentinel-től mendinges könyvet. Vagy van nála? Van ott a ládába mellette. Jó, kellenek az építőanyagos dolgok. Nem azt mondtad, hogy beviszed a cuccokat? Most csinálom, te majom! Miért telik az ezer évbe? Te tersz ezer évbe mindjárt. Máté, vegyél már nekem még egy mendinges könyvet az Sentitől. De van ott. Elég. Egy van csak. Mindjárt olyat kapsz. Egy van hát csak. Hát egy, ő. Az nem elég? Nem, mert a vértemre, meg a sisakomra kell mending. Jó, és honnan szedjek neked emeraldot, te? Ott van a chestben egy rakás. Tényleg amúgy kéne kereskedni majd, hogy az is legyen emeraldunk. Hát igen, kell termelni. Mending, ez amúgy viszi föl az árat, ez a kis Béla, aki nem Béla igazából. Inkább azt kéne legyen a neve, hogy becsületes, aki nem becsületes, mert ez nem becsületes. Majd csinálunk emerald farmolós streamet már. Az amúgy nem rossz ötlet. Srácok, majd figyeljetek a csatornát, mert fogunk csinálni emerald farmolós streamet. De ha feliratkoztok a Commando streamet csatornára, ami ott van a leírásban, akkor ott is vissza tudjátok majd nézni. Ja, itt van Krisz a könyved, amúgy nem kell. Ez komoly. Ide dobom a tárhelyszoba elé a jó. Földre. Oké. Oké, na már csak át kell hordanom a cuccokat. Itt vannak ugye a vas, meg minden. Ezeket amúgy ki kéne égetni. Ezt be is rakom kiégetni, ezt sok vasat, mert annyi van, mint a nyű. Oké, és akkor úgy gondoltam, hogy itt egy sorban lesznek ugye a fa cuccok, itt lesznek a értékes cuccok. Mit csináltál? Ezt. Ezt megcsináltam. Protection 4 Mending. Puntyóka. És ez mit jelent? Igen, mi az, hogy mit jelent? Az a neve. Itt lesznek ugye az ércek, meg ilyesmi, itt a kő. Az alsó ládából kezdjem, vagy a felsőből? Hát szerintem amúgy így össze-vissza kéne. Szerintem a felsőből kezd, mert az a legjobb. Szerintem össze-vissza. Mert tart, hogy a felsőben lesz mondjuk kő, a középsőben lesz föld. Ja. Tehát és szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy a srácok lájkálják a videót, hogy a következő videóba elmenjünk Netherite-ot szerezni! Let's go! Máté, most van a lájkolós rész a videóban. Az elkövetkező 10 másodpercben, aki még nem lájkolta be a videót, annak be kell lájkolnia. Gyorsan! Lájkoljátok, srácok, gyorsan! Már csak 7 másodperc! Gyorsan! Már csak 5! Már csak 4! 3! 2! 1! Remélem, hogy belájkoltátok már, nem akkor. Jaj, de főment az adrenalin szintem. Nem eszem meg az összes répát, mert még kell adnom a malacoknak. Micsoda? Semmi, csak kell még adnom a malacoknak a répát. Itt van répa, malacka. Na, aha. Jó van, semmi, ne aggódj. Aha, ez érdekes nekem. Igen, mi érdekes nekem? Hát ez az. Oké, átviszem a cobblestone-okat is, amúgy egész kevés cobblestone-unk van, azt vettem észre. Én meg azt vettem észre, hogy azt de jó stílusom, nem? Ugye milyen stílusom? Le is veszem a páncélomat, le is veszem a király. Ú, tényleg srácok, ma olyan jó a chainmail páncélom, képzeljétek, alig sebeznek a mobok. Ja, Máté, van musik diszkem, azt hogy lehet csinálni musik lejátszót, hogy meghallgathassuk. Gravel. Most ne idegesíts már most! Jó. Miért van rotten flash a köves ládába? Aj, Krisztián! Ó, mire üveszkész? A köveket már bevittett a punk, igen, a köveket már bevittem. Megtalálod, ha bejössz. Skmoj. Igen, és ez mind cobblestone. Most már kezdem úgy szépen alakulni itt ez a tárhely, szóval itt fogunk tudni mindent megtalálni. Azon gondolkodtam, hogy kell-e ide még valami kraftolós cucc. De szerintem amúgy mindenhova rakok mindent, és akkor... ingyen mindenhol... XP, let's go.
Ne! Let's go ingyen XP, nyami! Mindjárt olyan ingyen XP-t kapsz, hogy ketté áll a füled tőle majd. Ingyen XP, juhú! Te büdös talvaj! Te büdös talpnyaló! Van TNT-nk? Prismarine Bricks. Na, azokat hova rakjam? Minden azokat így random ide berakom. Lesz ilyen mindenes most egyenlőre. Most ezt például nem tudom, hova. Ide rakom ebbe a hordóba azokat, amiket nem tudom, hogy hova rakjak egyenlőre. Oké, van nem Cobble, vagy Deep Slate, azt hova rakjam? Na, mindegy, ide berakom egyenlőre. Ez ilyen, itt vannak a kövek, itt vannak a földek, és itt vannak ezek a másféle kövek. Mi van? Hogy nézel te ki? Hát mi az, hogy nézek ki? Hát úgy nézek ki, mint egy ilyen kis sportos. Mint egy menősrác. Úgy nézek ki, mint egy menősrác. Pontosan. Hát persze, hogy úgy nézek ki, mint egy az sportos. Az a cipő az valami barzalmas. Az nagyon hülyén néz ki. Milyen bakancs az én egyszínű fos? Az a bakancsom. Milyen bakancs? Ez nem bakancs, ez bajén. Lesz így a bakancsom. Ez megőrül. Jó kell a gyémánt. Persze, hogy sportos vagyok, hát a sportkommandó miatt most kezdtem el, tudod. Copperingot, amiből ilyen kevés van, azokat berakom. Máté, ezzel mi a terved? Mivel? Mert ezt kéne nyomatni. Ez csak ide. Mi ez? Ez mi a franc ez? Hát ezt a magma blokkokat én farmoltam össze, hogy a hogy? Magma blokkos XP farmot átalakítsuk magma blokkosra. Ja, hogy az XP farm az magma blokkos? Magma igen, blokkokra? Mert a magma blokkon nem terem az a sima piglin, csak az a zombi piglin. Ja. És akkor megcsináljuk, és mind a négy irányba, hogy mind a négy irányba zombi piglinek legyenek, és akkor ilyen mega effektív lesz az XP farm. Let's go, aztak jó. Ja, ó, van. Ja, azt mondtad, hogy bird szereznek, nem? Várja, az kell buza. Buza. Ja, hát onnan. Abból, ami sok van, például szén, azt amúgy tudom így, meg amúgy a vasat is tudom így lekevésíteni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hát, hogy csinálok belőle vasblokkokat igazából, és akkor úgy kevesebb helyet foglalnak. Na mindegy, egyelőre ilyen random helyekre bepakolászom a dolgokat. Ja, itt meg Block of Amethyst. Ide rakhatom azokat, amik ilyen... ilyen fura ércek. Mondjuk a copper is ilyen fura érc, nem? Hát, az nem, az csak ilyen dizájnos, hogy mi az. Igen? Hát persze, annak nincs semmi funkciója, csak ilyen dizájnolós. Jó, hozom a szenet, aranyat, Block of Raw Gold. Ja, bocs! 9 üzé jön belőle. Igen, az 9 kemény. Máté, majd külön kéne költöztetni a Rutyit meg a Galactus-t, mert az baj, hogy Rutyit meg a Galactus-t, hogy ha vágom le a tehén a hőnekét, ezt fejezd be? Az a baj, a Rutyival meg a Gala... Ezt most tudom, ugye nem... Ki akartam izélni őket? Ki akartam onnan vinni őket? Hát nem ártana. Ott a Rutyi jól van, még megvannak. Hú, bár a Rutyit annyira nem sajnáltam volna, ha eltűnik, de nem baj. Én meg téged nem sajnálnálak, ha eltűnnél, úgyhogy mindjárt el is tüntetlek. Mit csinálsz? Ezt elkezdem itt. Hol vagy-e? Hol van? Hol vagy? Lenn vagy a föld alatt? Mi? Ej, ki innen gonosztevő? Mi a franc? Hol voltál? Sehol. Helye. Ne, ne ütöges! Nem voltam sehol, itt álltam előtte. Lüke Pált az utcáról valamit? Lüke Pál, az nem tud inkább. És befordul a sarokba, biztos, hogy valamit kamuzol itt. Kérdezd meg a Lüke Pált nyugodtan, nem tud semmit erről. Hát tényleg nem. Itt fenyítve tartod, befordul a sarokba, te macsos. Ki tart a fenyítve? Befogod a pofát, megértettük egymást. Jaj, hagyd bánik vele! Ki? A Lüke Pál az a legjobb haverom. Most is direkt megcsináltam neki a dinnye farmot, hogy tudjunk neki elhadni, csak ennek úgy jár a szája ennek a kis hülye gyereknek. Hát már nem is csinált az ember semmit. Mindenről mindig mindenkinek tudni kell. Mert nem, mint hogyha csinálnék valamit, mert semmit sem csinálok. Ez az, de... ez a baj. Ezeket úgy csinálom inkább, mert ebből úgyis nagyon sok kell. Nagyon sok tárhely kell ezeknek, a építőanyagoknak, hogy ide rakok egy földet, itt lesznek a föld, homok, gravel, ilyesmik, és a cobblestone-nál meg lesz a cobblestone, meg a deep slate, meg stb. Tudod? És nem bírod egy videó alatt berakni ezeket a cuccokat? Hát tudod, milyen nehéz? Ne, de kis csémáfé! Tudod, milyen nehéz? Az agyad. Az nem. Az a nehéz. De, az nagyon nehéz. Hát igen, meg káposztalé. Nem az a kény, meg káposztalé, mert azért, mert akkora, mint egy állat. Jó, melyik az, ami soha nem fog kelleni? Hát ez a sharpness 1-es soha nem fog kelleni szerintem, mert ez semmire nem jó. Úgyhogy ezt ide is rakom, és itt lesznek az ilyen értékes dolgok, vagy nem is tudom, ilyen
enchant könyvek, meg ilyesmik. Tudod, milyen nehéz? Ahelyett, hogy segítenél te. Segítek, hát most. De hogy segítesz, segítesz. Most vágom az izéket. Azt a de hülye vagyok. És nem lootingos karddal ütöttem a teheneket. 6 tehén 6-ot dobott bört, azt utána meg 2 tehén dobott 8-at. Na igen. Az igen! Á, még rengeteg minden van. Ez ugye ne idegesíts. Közény. Wow! 14! Let's go! Kösz! Szöcsön, szöcsön. Kell még nekem bot. Szóval most csinálok egy csomó botot. Megint jó. Lett 14 item frame, let's go, és akkor ezeket is fel tudom rakni. Szerintem amúgy lehet, ez már elég is lesz. Mert ide kell 1, 2, 3, 4. Te kis legény, hová mégy? Még ezen kívül fog kelleni 2 darab bőr. Igen. Aha, és így már meg is van. Na, let's go. Hát azt még gyorsan leütöm őket. Jó, de azért hagyjál tehenet. Hagyok tehenet, nyugi. Rutyi, Galactus, itt a Rutyi. És ez mi volt ez a ilyen bemutatkozás? Rutyi, Galactus. Hát mert mindig megkeresem őket, hogy hol vannak. Azt a egy izé. Ja, így rengeteget dobnak. Azt a... Hey, mi volt ez? Egy csont. Leesett valahonnan egy csont. Ez hülye! Itt van az állatoknál egy csont. Miért? No. Védekezz! Ez az. Leütöttem. Valahonnan innen esett le. Onnan, föntről. De onnan nem esett le, hát lombra nem teremhet mob. A Sentinel Tamásnak a tetejére teremhetett. Vagy nem a Sentinel Tamás, az már nem most van. Hanem a Bélának a tetejére szerintem oda teremhetett. Hey, mi az, hogy ifjú Mali? Ja, hát az is a streamben volt. Tényleg, azt el is felejtettük mondani. Elszökött a Mali, szerintünk. Elszökött a Mali, és ifjú Mali le? Hát, ez a Malinak a fia. Ja. És az ifjabb Mali. Ifjabb Mali, és a Malit nem találjuk sehol. Mert el van szökve, szerintem. De az is lehet, hogy elpusztult. Ja, hát nem találjuk sehol, az a lényeg. Hallod? Lootingos szvördel, képzeld el, 3 leather dobott 1 marha, és 5 beefet. Az igen. 5 beefet dobott 1 marha, az nagyon durva, mi? Ez tényleg durva. Úgyhogy abból aztán lehet kaját farmolni, azért 5 beef. Legalább nem fogunk ilyen halni. Most meg is nézem, mennyi szívet visz. Oké, meg is van az összes item frame, ide még nem tudom, hogy miket fogok rakni, majd is szépen időközben, amikor így lesznek új dolgok, akkor rakok még pluszban item frame-ekbe dolgokat, és akkor meg is van. Már csak be kell hozni ezeket a cuccokat, és akkor... Onnan le kell bontani az izéket. Ja. És akkor végre lehet utakat, a közlekedési lámpákat elkezdeni berakni, ilyenek. Ezeket el is kezdem szétverni itt. Hm? Ú, de jó, itt már így milyen jó, nem? Hogy itt szétvertem ezt a spárládát. Át is hordom ide. Jó, ide fölülre csak simán a fákat fogom rakni. Ide középre azokat a fákat, amilyen építő blokk. És ide alulra pedig azt fogom rakni, amilyen hasznos, ilyen használati fa dolgokat. Ide az építős cuccokat, ide meg a sima fákat, meg a botot. És akkor mindig meg fogom tudni találni. Most már nem árt egy ilyen rendszerezés amúgy ennek a pályának, mert ez borzasztó az a sok ilyen össze-vissza cucc a ládákban. Azt se tudom, mi hol van, azt se tudom, hogy mik vannak nekünk. Egy csomó mindenről nem is tudok, hogy létezik itt a pályán. Ja, de ez most jót fog tenni neki ez a kis rendszerezés. Fú, de király lesz, hogyha lesz sok emeráldunk, meg lesz sok gyémánt. 1000 gyémántot össze akarok gyűjteni. 1000 gyémántot gondold bele, Máté, hogy mit tudunk csinálni. Ja, de amúgy is fog kelleni, mert a Netherite-hoz kell majd most, hogyha lesz a frissítés, tudod? Igen. És azt úgy lehet majd csinálni, hogy van az a ilyen talizmán, vagy mi a fene, és úgy lehet több ilyen és az kell a Netherite cucchoz, és úgy lehet több talizmánt farmolni, hogy kell gyémánt, ugye? Azt hiszem úgy van. De amúgy ez még nem biztos, hogy ez így lesz, azt ugye tudod? Ez hát én azt ilyen... láttam, hogy úgy lesz, hogy ott van az a talizmán, az kell, hogy Netherite cuccot tudják csinálni, és az kell, hogy egy olyan talizmánt, azt kell keresni a Netherbe, és akkor... És utána lehet duplikételni őket. Egyszerre meg kell szerezni azt a talizmánt. Igen, és utána lehet duplikételni gyémánttal. Hát lehet duplikételni gyémánttal, de nem csak gyémánt kell hozzá. Hanem... De, csak gyémánt, meg az a cucc. Ja. És akkor kapsz belőle 2. Fú, ez a sok cucc, ez nagyon sok ezt berakni, Krisz. Nem bírsz átrakni egyik ládából a másikba cuccokat. Ne idegis csinál fel. Rendszerezni kell, Krisz. Nem a baromságot csinálom. Rendszerezni kell. Tudod, mit kéne rendszerezni? Az agyadat. Jó, mindegy, most mindent, amit ilyen mezőgazdaságinak, meg fának, meg kőnek, meg minden ilyennek gondolok, azt megfogom, és a felső ládába bepakolom, és akkor majd utána rendszerezgetem, mert ez nagyon nehéz így. Máté, azért nem kéne már kipucolni a méhezes méheknek a mézeit, mert hát az kicsit már
kicsit már sok ideje teli van, nem? Hát amúgy elkezdhetnénk velük foglalkozni, mert ja. Amúgy... És építeni mézes kalácsházat kell írni. Mézház. Ó, oh, let's go! Egy mézházat hát egy mézházat építhetünk, de mézes kalácsházat uh-huh. Azt nem tudsz. Mézház, let's go! Asztal, az lesz a legkirályabb ja, ház. Azt hittem van netherite-unk. Na srácok, írjátok le kommentbe, szeretnétek, hogy építsünk egy mézházat. Jó, ezeket majd így külön válogatom. Most egyelőre csak áthozom ide a dolgokat, aztán majd videón kívül kirendszerezem őket. Máté, nem gondolod, hogy kéne aludni éjszak közepén, ha? Valaki dolgozik is, hát, elfárad. Most dolgozok folyamatosan, te nyomalom. Dolgozol, fogalmat sincs a munkáról. Fogalmat sincs a munkáról. Mindjárt kész vagyok, te. Ököl a bal. Azt már csak egy cseszt van itt. Azt a kuvasz, te ügyes vagy, hogy átvitted az összes cuccot. És az a lusta dög, Máté, meg itt pihenjézik. Már kb. Fél órája itt hordom át az utcokat, csak úgy mondom. Ó, nézd meg, kuvasz, itt kitalálgatja a történeteit. Ezt nem hiszem el. Kuvasz, neked ez hogy esik, hogy te hordod át az összes cuccot, és a Máté meg learatja a babérokat helyetted, ha? Sült sztéket letadnak kuvasznak? Ez az, Máté! Adtam sült sztéket a kuvasznak. Nagyon ügyes vagy, csak most ne idegesíts, mert mindjárt kész vagyok. Ki idegesít? Mi az idegesít téged? Az idegesíti őt, hogy kaját kap a kutyája. Júj. Jó. Halára dolgozta téged a Máté, aztán eljátsz, hogy ő csinálta az egészet, és akkor utána még kaját se kaphatsz. Na jó van, én nem ilyen vagyok veled. Én odaadom neked azt a kaját. Oké, okay, már csak az én chestem van, azt viszont fel tudom vinni majd máskor. Mondjuk abból is lehet áthozok pár cuccot, mert van, hogy van, ami nem kell. Toá, végre kipucerolódott innen a cucc. Oké, okay, megvagyok. Ja nem, még egy dolgot le kell raknom. És az pedig ez a cobblestone wall, és meg vagyok, let's go! Eltűnt minden innen, srácok! Azt a... Let's go! Na, akkor! Máté, gyere ide! Hm? Nézz oda föl! Látod Patkós azt a nevet? Bikatábor. Látod azt a nevet? Aha. Ez a pillanat, hogy végre eltűnt onnan sok szarság. Igen. Ez egy új fejezet kezdetét jelenti. Kós Pikatábor történelmében. Pontosan. Ugyanis most nem mást fogunk csinálni, mint látjátok ezeket a... Nézzétek, srácok, itt megy az út például, és akkor itt van itt az út között egy ilyen zöld terület. És akkor itt most megint megy, és akkor itt is így... Támadnak a gonoszok! Nyugi! Ne aggódj, Máté, majd én megölöm őket. Szép. Hiá! No, eldobtam véletlenül. Ez az, let's go! Jó, lezúztuk őket, luhú! Luhú, na! Menjünk aludni! Igen, és... Jó, akkor majd utána elmondom. Jó. Gyorsan menjünk aludni! Kérlek, baszik az a király! Let's go! Ez az én a király! Jaj, végre aludhatok! Ez az, a nagy munka után, végre! Juhu! Na, Máté, megmutatom akkor, hogy mit akartam mondani. A Patkós Bikatábor új fejezetében. Aha, és miért? Most hirtelen miért? 5 FPS-en megy a Minecraftom. A Patkós Bikatábor fejezetének új történelmi eseményei alapján. Mi a fel? Történni, mi történt? Hogy elmondom, hogy én mit terveztem, és te mit gondolsz erről. Na, igen. Na, hogy vannak itt ezek a helyek, ahol itt van a Mr. Piglin manyus is például. Aha. És a Mr. Piglin manyusnak is építünk egy ilyen nedörös épületet építünk a Mr. Piglin manyusnak, meg akkor itt is ugye bemegy a nether kapuhoz az út, jókés? Itt megy majd be az út, ide ehhez. Ezt amúgy megcsinálhatjuk, így ezt végig ásom itt. Juhú, végre összecsatlakoznak az utak! Wasztoá! Let's go! Ez az! Ó, azt a kuvasz sugatott egyet. Kösz, kuvasz. Na, és akkor itt is bemegy, és itt is lesz egy épület, és itt is lesz egy falusi mondjuk, vagy ilyesmi, tudod? És ilyen, és így benépesítjük a Patkós Bikatábort, és itt lesznek ilyen mindenféle, mindenkinek lesz egy kis rezidenciája, és hozunk ide mindenféle falusiakat, és mindenkinek lesz egy lakóhelye. Ja. Ja, például a izének is, tényleg azt is egy csomószor lájkolták ma a videót sokan, a srácok, szóval azt is. A karatesép? Karatesépet is, akkor mondjuk a karatesépnek legyen itt a háza, nem? Itt. Itt legyen a háza a karatesép. Ne, itt ez ilyen központi rész, itt ne legyen háza most. Szerintem a karatesépnek valahova oda hátra kéne egy házat építeni. Ezeket a sok fát meg ki lehetne innen vágni, mert annyira nem, ne legyen ilyen hát nagyon sűrű. Hát majd így építkezzünk be, és akkor
utána ültetgetünk fát, mint tudod, de az első évadnál is úgy csináltuk, tudod, hogy ilyen igen. Sima volt a birtok, és utána ültettük fát. Na, itt vannak ezek a cuccaim, nem tudom, hogy ezek kellenek-e nekem, szerintem már nem, úgyhogy ezeket innen el is viszem, egy, hát mending, mindegy, ezeket berakom oda a ládába, mert nyilván ez saját, ezt viszont ott hagyom. Jaj, ne. Spike lesz, ez is saját dolgom. Ez is saját dolgom, a durva meg a horgászbot. Mi van nálam egy rakás rafkopper, ezt nem hiszem el. Na gyorsan még ezeket beviszem, és akkor ezt a ládát is onnan eltakarítom, és teljesen tiszta lesz itt minden. Krisztián, hogyha nem nagyon találsz meg valamit, az azért van. Mert béna vagy. Tudom. Mert hát elég nehéz volt elrendezni, még nem nincs is teljesen elrendezve, úgyhogy majd még megcsinálom a dolgokat. Oké, felviszem a ládámat, és oda lerakom az ágyam mellé. Jó. És akkor ott lesz a személyes ládám, de jó lesz. De hangulatos már ez a hely! Meg most már lenézek, és nem az olyan össze-vissza katyvasz van, amúgy egy csomóan írtátok srácok a kommentben, hogy takarítsátok már onnan azt a nagy ilyen izét, ezt a nagy ilyen kupac szemetet onnan a járdáról. Hát amúgy tök igazatok voltak, és most meg is csináltam, úgyhogy tök király. Azt is most már végre úgy tudsz kinézni, mint egy civilizált embereknek a... Igen. Tudod már, mint egy civilizált embernek a háza, tudod? Olyasmi, aki váltakozza a ruháját, meg ilyenek. Tudod, nem ilyen büdös dögé, mint te, hogy ugyanaz mire a ruha van rajta. Engem legalább nem ölnek meg. Na. Engem sem áll. Ide be lehetne ültetni ilyen dolgokat, tudod, ilyen bokor, díszítés, aha, vagy ilyesmit. Az a leach. Az a leach. Az a hriach. Oké, ide is megcsinálom végre az utat. Oké, ezt a patifőző állványt még elviszem valahová, még nem mondom el, hogy hová, de... De már alig várjuk. Ja. Nekem lesz egy alchemy laboratórium. Vagy nem mondjam még el. Nem mondjam még el, jó? De hogy nem mondanád, hát már be videóban is beszéltük. Nézd, raktam bele egy ilyen kis kanyart. A Bélánál az a gomb, ez mit nyit? Aha, ez egy hülyén néz ki. Jó, mindegy, egyelőre így lesz, majd kicsit készítem máskor. Oké, megvan mindenhova az út, de jó. Itt is majd lesznek cuccok, ide is fognak vezetni utak. Itt ezt is meg lehetne csinálni, hogy ide hátra is vezessen egy út. Úgyhogy nagyon jó. Most már egyre otthonosabb ez a hely, most már tök fura, hogy ilyen más lett. Ilyen tök más lett ez a hely így, hogy eltűnt itt innen ez a sok szarság. Most már ott van benn minden, ami kell. Itt vannak a fa dolgok, az ércek, meg a nyersanyagok, itt vannak a kőépítőblokkok, itt ilyen földépítőblokkok, hát ilyen homok, meg ilyesmi, majd ezeket elrendezem. A moblút, mezőgazdasági dolgok, eszközök, ilyen értékes könyvek, meg ilyen cuccok. Itt vannak a nether cuccok, ezeket is majd így szépen elrendezem, és akkor van még egy csomó helyünk, úgyhogy rengeteg mindent tudunk ládákba rakni, aminek tökre örülök. Igen, kiérdegetem még a maradék vasakat. Mit csinálsz? Ez hülye! El innen, bitar! Nem is voltam ott, te hülye! Máté, nézd ide rám! Ha csöndbe maradsz, akkor jobban jársz. Megjelentük egymást? Mi az, hogyha csöndbe maradok, ez mit jelent? Az, hogyha csöndbe maradsz. Ha csöndbe maradsz, és nem kutakodsz. Ha csöndbe maradsz, és mi nem volt kutakodsz. Ez a hang? Ha csöndbe maradsz, és nem kutakodsz. Akkor mindenki jobban jár. Megértettük egymást? De miért olyan tilos belépni ide? Mi ez? Hey. Létre hangja van, hogy lépkedek rajta. Mi? Ki innen? El innen? Hey. Mi a franc? Ez mióta van itt amúgy? Mi az, hogy mióta van itt? Semmi, nincs semmi. Ez egy semmi, ez egy csak egy kis jelentéktelen. Tudod mi ez? Ez egy csak egy kis jelentéktelen. Pöcegödör. Oda igen. Megy le a kaka. És hogyha belemész, mi az, hogy nagyon... lemegy valami? Nem, oda megy a kaka. És nagyon büdös van oda a benn, hogyha fölnyitod. Úgyhogy ne nyisd föl szerintem, mert fú... Pöcegödörbe jár, lehet, ezt nem is hiszem el. Jó, és rácok, írjátok le, hogy szerintetek mi van oda lent. Mert én nekem fogalmam sincs, hogy mi lehet. Szerintem pöcegödör van oda lent, mert tudom. Itt is rácok, amúgy akarok csinálni egy ilyen kis kerti dolgot kiásni, és itt ilyen sziklás helyiség, meg ilyen jó kis ilyen kis kerti hangulatú helyet ide, és akkor itt lesz a Krisztiánnak egy ilyen alkemi laboratóriuma. Azt mondtad, hogy szeretnél alkemizni, ugye? Igen, én azt szeretnék lenni, úgyhogy itt van a kezem a pot, és nyugalom, Máté! Jaj, ne! Lement az életed? Nyugalom, itt van nálam egy életfelhűvös poti.
És akkor így fogja a paté, és így... És akkor így szétplöttyön ott nálad, és fölvisz az életed, és utána meg jönnek a mobok, és nyugalom, Máté, ne félj! És így oda dobom a patit, és így oda dobom a patit, és akkor így belemennek, és így... Így sebződnek a mobok, és én meg ott állok, és... Köszönjük szépen, köszönjük szépen a demonstrációt. Ilyet akarok. Nagyon jó. Mi van ennek a pár? Hé, mit lopsz? Nyami! Azt, milyen jó kis pecsobot. Ó, de jó. Azt a... De te miért raksz földet a retkes ládádba? Miért? Mert oda mindig letolka. Meg Big Drip Leaf. Miért? De jó, hogy ne látszik a repülő dinnyefarm. Mondok valamit neked, Máté, jó? Mondjál. Minden egyes rész, amiben nagyon ügyes vagy, és nagyon jó dolgokat építesz, meg nagyon jó dolgokat csinálsz, aha. És minden egyes rész, amiben az első nap megvan a 4000 like, az számít afelé, hogy 5 részen belül megtudod, hogy mi a titkom. Ezt most nem értem. Úgy, hogy mostantól kezdve 5 videó, ...nak kell eltennie, ahol nagyon-nagyon jó dolgokat építesz, és megvan a 4000 like a srácoknak, hogy ne csak te rajtad múljon, hanem a srácokon is. És hogyha 5 videón megtörténik ez, akkor megtudod, hogy mi a titkom. Szóval... És amúgy epic a titkom, csak ugye elmondanám... Ja, mi, milyen titkod? Gyorsan megnézem, srácok! Nem nézed, megnézem, nem tudsz megállítani? Nem, mert tilos, ki van írva? Igen, tilos, a belépés. Ki van írva? Tilos. Hoppá! Nem lépek be! Hey, yeah. Mi a franc? Tilos a belépés! Ez valami baszarkányság! Az is, hogy ennyi nem! Mi? Akkor most bevallod, hogy van ott valami? Nem, nincs a semmi. Pöcög az őre, büdös már mondtam be. Semmi büdös nincs, ilyen állott pöcesz, mert ez egy pince szag van. Hát... Mit művelsz? Pontosan, mert állok. Mi ez? Ez valami boszorkány helyén, ezt én nem megyek ide az elejébe. Szerintem sem menjél ide le. Krisztián, örülsz, hogy megvan a... amúgy. Ez a... tárhely szoba. És működőképes. Én szuper örülök, hogy megvan ez a tárhely szoba, és működőképes. Mi ez a szar üres chest? Minek van itt üres chest? Szője, ez nem is működőképes, ez a chest. Mert ez tárhely szoba, belerakhatsz dolgokat, te okostódor. Ha full teli lenne, akkor nem tudnám belerakni dolgokat, szóval nem lenne működőképes. De én nem nagy, belerakni akarok, hanem kivenni belőle. Akkor mi lesz? Akkor mi van? Akkor ott van az, ami nem üres. Azt kell megnézned te. Hát, nem találtam eddig. Robert nektár is nagyon örül. Juhihá! Máté, gyere, eltesd már meg azt a büdös kutyádat. Hát már nem is de milyen kutyám? Nem is egész az én kutyám. Ú, jó, ott kubasz. Megölöm! Nem véletlenül az a neve, hogy kubasz. Nem ölheted meg! Jó! Oké, Krisztián, deal! Hogyha megölöd a kutyámat, akkor azonnal benézek a üzédbe. Nem, azonnal benézel, akkor megölöm a kutyádat. Jó. Meg a Galactust is. Én meg megölöm a rútyit, és benézek. Ha benézel, megölöm a Galactust. Na, akkor maradjunk ennyibe, jó? Oké, akkor mindenki nyugodjon le. Ja, pontosan. Én meg benézek ide! Nem nézhetsz be! Mr. Pigli Manyus, te mit gondolsz arról, hogy a Krisztián itt titkolózik előttünk? Borzasztó, fel se fogom, nem is hiszem el, elképesztően durva, nem is hiszem el. Na látod, én is így gondolom.